Itt érhető el a hivatalos ajánlatunk a minden sportágat tartalmazó szóra, ahol sportágonként lehet például változtatni. Itt mutatja meg, hogy milyen sportágak van a kínálatban. Ha fogadó kiválasztotta a sportágat, akkor választhat a nemzetközi palettáról, hogy melyik. A hagyományos papíralapú játékot nem előzi meg, de az online fogadás mellett a fogadópontokon kihelyezett ilyen interaktív pulton egyre többen teszik meg a téteket. Több mint 20 sportágra lehet fogadni, és ahogyan itt látszik, a hazai külföldi meccsekre is, de akár a ligák egész évadjára is lehet x-elni. A sportfogadás aranykorát éli itthon, ha csak a 2016-os évet nézzük, a legtöbben még mindig labdarúgásra fogadtak és fogadnak. Az EB alatt például a Magyarország-Belgium 8-döntőre több mint 1 millióan fogadtak. Ez rekord a Tipmix történetében, de a legtöbb kifizetés is az EB-hez kötődik, mert hogy egy mérkőzést követően volt, hogy 500 milliárdot fizetett ki a Szerencsejáték ZRT. A labdarúgó torna első hetében 123%-kal volt nagyobb a forgalom a korábbinál. Hozzá kell tenni, hogy a társaság a játéktermékei közül tavaly éppen a Tipmixet fejlesztette, a fogadási szokásokhoz alakította. Játékosok, fogadók visszajelzései és a nemzetközi trendek alapján egy gyökeres változtatást, fejlesztést végeztünk a termékünkben. Így közel kerültünk azokhoz a vásárló igényekhez, amelyek komfortosabbá tették a fogadásokat. Ilyen például az élő fogadás megjelenése, amely azt jelenti, hogy már a mérkőzés ideje alatt is lehet fogadást megtenni. A több száz vagy akár ezres nagyságrendben lehet választani a kínálatunkból, illetve a nyeremény kifizetés is gyorsabb lett, azaz a mérkőzés követően már szinte azonnal hozzá lehet jutni a helyesen tippelőknek a nyereményükhöz. A játékszokások változatosak, vannak, akik rendszeresen játszanak, és vannak, akik időszakosan fogadnak. 200 forinttól akár havi 100 ezer forintig is költenek a játékra, ami a férfiak körében a legnépszerűbb továbbra is. A sportfogadás 100 milliárdos üzlet, a Szerencsejáték ZRT üzletági árbevétele az elmúlt 4 év alatt 2,5-szeresére növekedett.